Ez itt a Vakfolt Podcast, melyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Privalszky Mayer Péter. Az én nevem Huszár András. Továbbra is Skype-on veszük föl, most szerintem hónapokig így lesz még. Elnézést a hallgatóktól, ha esetleg érzékelhető, emiatt bármiféle különbség a minőségben. De folytatjuk az ázsiai évadot. A múlt héten bejelentettel ellentétben azonban nem a The Killer című filmet néztük meg a John Woo-tól. Igen, ennek az az oka, hogy lett volna egy vendégünk, de most az emlegetett akadályok miatt nem tudtuk összeszervezni azt, hogy, hogy részt tudjon venni, viszont azt se akartuk, hogy ő hogy emiatt kimaradjon, és nélküle beszéljük meg a filmet, úgyhogy a The Killerről majd valamikor később fogunk így közösen csinálni egy külön kiadást, hogy ezt majd bepótoljuk, ezt nem fog elmaradni, viszont helyette akkor kerestük egy másik filmet, és ugyanúgy John Woo-nál maradtunk, tehát igazából ő lesz azt hiszem az egyetlen olyan rendező az első évadban, akitől így két filmet is megnézünk. És a második filmjének a hosszú ideig utolsó hongkongi filmjét, az 1992-es Hardboiled-ot választottuk ki. Így van, és ez is egy méltán híres John Woo film, főleg a nyugati fogadtatása volt kifejezetten pozitív, és egy olyan filmről van szó, amely nem tudom, hogy van egy legendás egysnittes jelenete, arról korábban is ismertem már, meg tényleg ezt így szerintem a tök jó, nem tudom, hogy megnézted-e végül a The Killer-t. Igen. És itt szerintem érdekes megnézni ezt a három filmet egyben, most nem akarok a Killerről sokat, remélhetőleg még lesz alkalmunk beszélni róla a podcastban, de érdekes megnézni ezt a három filmjét így egymás után, a Better Tomorrow, The Killer-t, meg ezt, hogy ezt a, tehát a sikeres hongkongi periódusát milyen szépen összefoglalja, mert a Better Tomorrow-ban két rabló a főszereplő, uh-huh. A Killerben egy rabló és egy pandúr, ebben meg két pandúr. Igen, igazából tök szépen kirajzol ebben is egy ívet ez a három film, illetve abban is, hogy látszik, hogy egyre nagyobb költségvetéssel tudod dolgozni, egyre nagyobb szabad kezet adtak neki, és hogy, ja. És hogy hát már a Better Tomorrow-ról se úgy beszéltünk, mint ami egy ilyen nagyon visszafogott, minimalista akciófilm lenne, tehát már ott is így hosszan áradoztunk arról, hogy mennyire izgalmasak és látványosak az akciókoreográfiák, de ezt így filmről filmre tetészte, tehát hogy a Killerben már azzal a John Woo-val találkoztunk, akit mondjuk az Állatban is megismertünk, nem csak így a ilyen képi toposzok, hanem így az akció orgiák tekintetében is, és már annak a fináléja is egy ilyen hihetetlenül nagyszabású jelenetsor volt, de gyakorlatilag olyan, mint az általad emlegetett musicales párhuzamot behozva, mint ezek az álomba lett jelenetek a Gene Kelly filmekben, amikor így megáll a film és átadja a terepet teljes egészében a dialóg nélküli tánccal, zenével, illetve itt ilyen golyózáporral való önkifejezésnek, és hát aztán ezt a Hardboiled, ezt meg teljesen csúcsra járatja. Tehát olyan, mintha tényleg így ebben minden belepakolt volna a John Woo, mielőtt fogta volna a kis bőröngyét, és elutazott volna Amerikába. Igen, egyébként az amerikai karrierje felé kacsingató John Woo életművében is tök jó helyen van a Hardboiled, meg így lehet látni szerintem már ezt az amerikai közönség iránti nem tudom, populistább felfogást ebben a filmben, mert tehát a Better Tomorrow-ban már látjuk a jeleit a művészi akció rendezésének a John Woo-nak, a The Killer-ben ez tényleg csúcsra van járatva, és ebben a filmben meg szerintem ahhoz képest egészen nem álltam, hogy egy mesterembert látunk itt rendezni, de egészen közönségbarát. Még inkább amerikanizált, úgy érzed?
Aha, ja. Az akció rendezése. Aha, aha. Igen, talán kevésbé ilyen impressionista, amit mondjuk a kamerával vagy a vágás technikával művel. Tehát, hogy a Killernél nálam is bennem is azt fogalmazódott meg, hogy ott figyel a koreográfiára is, az arra is, hogy mondjuk az egész akciójelenet sor az hogyan valósuljon meg, de hogy így minden egyes snitre így úgy fókuszál, mintha az egy külön film lenne, hogy így minden egyes snit az így nézzen ki valahogy, legyen benne valami látványos történés, és adjon át külön valami érzelmet is. Tehát, hogy így ilyen érdekes módon töredezettebbek így a... Nem is töredezettebbek az akciójelenetei, hanem olyanok, hogy itt tényleg ilyen kis apró mozaikokból állnak össze, ahol minden mozaik darab önmagában is ilyen látványos, és ebben tök igazad van, hogy a Hardboltnál pedig már egy... Tehát nem is... De mégis mondhatjuk, hogy ilyen hagyományosabb... Uh-huh. akciórendezést követ, csak hát ez ugye ez a hagyományosság, ez úgy hagyományosság, hogy ezt is így ő teremtette meg ennek az alapjait annak a fajta hagyománynak, amit azóta az amerikai akciófilmekből rengeteg-rengeteg átvett. Tehát, hogy egy picit ilyen, nem is konzervatívabbnak tűnik, de hogy mások az akciók ebben a filmben, mint az előző kettőben. Igen, de itt a filmnek az ikletésében is fontos szerepet játszottak az 70-es évekbeli nyomozós filmek, az amerikai nyomozós filmek, uh-huh. Úgyhogy biztos, hogy van egy ilyen kölcsönös összjáték, vagy egy ilyen egymásra hatás itt a filmek között, hogy a John Woo átvesz dolgokat például a Piszkos Harryből, uh-huh. Meg én gyanítom, hogy mondjuk, mit tudom én, egészen konkrétan 80-as évbeli amerikai akciófilmekből is, mint a Terminator, meg a Die Hard, meg a Halálos fegyver, uh-huh. átvesz dolgokat belőle, ezeket saját képére formálva újra interpretálja, és ezek megint visszahatnak az amerikai akciófilmekre. Igen, ez tényleg tök vicces így ezt az ilyen hurkot megfigyelni, főleg ebben a kis, mondjuk ebben az időtartamban, így 80-as évek, 90 évek eleje, hogy a Hardboltnak a finálé az így abszolút ezt a Die Hard a pont-pont-pont helyszínen jellegű részét követi, tehát ugye Die Hard a repülőn, Die Hard a nem tudom, tenger alatt, meg Die Hard a kórházban. Igen. És aztán megemlítetted a Terminátort is, mint ihletést, és ugye van ebben a filmben egy jelenet, ahol meg az egyik főszereplő egy ilyen bedobozolt virág mögé rejti a puskáját, és abból ilyen lassított felvételben, ahogy azt így elejti, és abból veszi elő, és az ugye visszaköszön a Terminátor 2-ben. Ja, de az olyan vicces, hogy ez a két film ez kb. Egyszerre készült, és ez ilyen merővéletlen. Igen, Terminator 2-nél még a Guns N' Roses-t is így be lehet hozni ilyen párhuzamként már, mint hogy lehet, hogy inkább abból fakadt valahogy ez az ötlet, meg nem állítom, hogy a John Woo találta volna ki ezt a világos trükköt, de tényleg vicces az, hogy így egyszerre. Nem mondom, hogy teljesen merővéletlen, az igaz. Egyébként azért gondolom, hogy lehet némi összhatás itt is, mert a Terminator 2-ben ez a jelenet, ez is be van lassítva. Igen. James Cameron meg aztán nem az a fajta rendező, aki tehát ő nagyon gyakorlatilasan rendez. Uh-huh. Az, hogy lassít, belassít valamit, az már nagyon extra nála. És ez a lassítás meg vagy John Woo-ra baromi jellemző, meg ez az egész a rózsaszimbólum, ez meg aztán tényleg végképp ilyen romanticizálós. Úgyhogy ez lehet, hogy tényleg megiklette valahol a Cameront a John Woo, nem konkrétan a Hardboltban ez a jelenet, hanem még így előzőleg a korábbi John Woo filmek, és ekkor ez így valahogy pont véletlenül pont ugyanúgy sült el a két filmben. Igen. És hát aztán a Medőtumar oldásban a Boszti Feri rengeteget mesélt arról, hogy mondjuk a Sam Peckinpah hogyan hatott John Woo-ra, illetve azok a hongkongi elődei és kortársai, hogyan hatottak John Woo-ra, mint a Chui Hark vagy a Chang Chen, ugye? Ő volt a másik. Tehát, hogy milyen toposzokat, milyen karakterpárosításokat vagy konstellációkat örökölt meg,
És ebből tényleg én is azt éreztem a Hardboardnál, hogy itt hangsúlyosabbak ezek az amerikai minták, akár az által emlegetett Rabló Pandúr, vagy ilyen, hát ugye itt igazából az egyik a Pandúr is valójában, és a Rabló is valójában Pandúr, csak ez később derül ki, de hogy ezt a fajta összjátékot, ezt az ilyen furcsa páros jellegű kapcsolatot is már nem csak a hongkongi filmes előzményekből tudjuk szerintem levezetni, meg hát rengeteg nagyon konkrét ilyen amerikai párhuzam van, mondjuk a Lionel Richie-nek az egyik dala az így nagyon hangsúlyos szerepet foglal el egy kódfejtés keretén belül, tehát hogy ilyen nagyon konkrét amerikai popkulturális utalásokat tesz a Hardboiled. Ja, tényleg. Viszont, hogy egy picit előre is vigyük a hatásokat, ami engem teljesen meglepett, így menet közben nézve, hogy az Infernal Affairs, tehát a szigorúan piszkos ügyek, az milyen mértékben minden csort a saját ötleteinek a felét. Tehát, hogy nem elég, hogy ugyanúgy Tony Leung a főszereplő, és gyakorlatilag ugyanazt a karaktert játsza, a maffiába beépült, meghasonlott rendőrtisztet, de még van egy tök ugyanolyan beszélgetés is a rendőrfőnökével, aki egyedül tud arról, hogy ő beépült, és akkor neki vallja be azt, hogy mennyire nehezen bírja már ezt a helyzetet. Tehát, hogy így egész biztos vagyok benne, hogy a szigorúan piszkos ügyeknek a írói meg rendezői az, aki nagyon sokszor látták a Hardboiledot. Ez a tök igaz, amit mondasz a szigorúan piszkos ügyekkel kapcsolatban. Nekem is azonnal beugrott az ilyen undercover cop, az ilyen rejtett vagy fedett ügynök sztoriból biztos, hogy az áll hozzá a legközelebb, akkor is, hogyha egyébként rengeteg ilyet láttunk utána, még mit tudom én, a Donnie Brasco-t is, vagy akármi, nagyon közel áll hozzá. Viszont szerintem ideje összefoglalunk kicsit akkor ennek a Hardboiled-nak a cselekményét, még ha az nehezünkre is fog esni, hogy így képet kapjon róla a hallgató. Tehát akkor két főszereplőnk van, továbbra is két férfi főszereplő. Múlt héten azt már megbeszéltük, hogy John Woo-nál ez a visszavisszatérő motívum. És ezúttal a Chow Yun-fat, aki szintén visszatérő szereplője John Woo-nak, ő a rendőrt játszik. Azt láttuk a Better Tomorrow-ban, hogy mafiózónak is jó. A Killerben gyakorlatilag a mafió alkalmazottja. Itt pedig már rendőrként szerepel. Gyakorlatilag egy ilyen szupersztár rendőr, tehát ez egy ilyen klasszikus szabályokra fittyet hányó ultravagány és a főnökei haragját rendszeresen kiváltó rendőr. És egy magnummal flangált, tehát egy az egyben tényleg a piszkos herréről vette a figurát a John Woo. És ahogy már gyakorlatilag mind a két előző filmjében, de főleg a mandalikát, amikről beszéltünk, de főleg a Killerben láthattuk, ez is egy olyan jelenetsorral indul, ahol a főszereplőnket, ezt a Tequila becerevű nyomozót, vagy rendőrt, akit a Chow Yun-fat játszik, egy elképesztően látványos és hullahegyeket eredményező akcióban látjuk, ami teljesen félrecsúszik. Tehát, hogy gyakorlatilag nem sikerül kordában tartani, ártatlanok hullanak, mint a legyek, és egy ilyen esemény sorra indul, csak míg a Killerben ez egy ilyen traumaként vonul végig, és határozza meg a Tequilának az akcióit, itt inkább ilyen, szerintem ilyen dramaturgiai szerepe van, hogy ez indítja be ezt a fajta maffia elleni nyomozást, a triád elleni nyomozást, amit a Tequila egyre inkább így önerőből kezd el a főnökei haragját kivívva végrehajtani. Igen. Meg ilyen bosszú hadjárat, mert hogy a tártársát megölik, vagy az egyik társát, rendőrtársát megölik ebben a korai akcióban, tehát ilyen bosszút is forral, és én egyszemélyes hadseregként akar leszámolni a maffiának ezzel a kis csoportjával, és akkor itt találkozik össze a Tony Leung által alakított Ellennel, akiről a film egy harmadánál körülbelül kiderül, hogy ő egy beépített ügynök, beépített nyomozó, aki már nagyon régóta a maffia tagjaként próbál egyre följebb jutni, eljutni a főkolontosokig, és ahogy ez lenni szokott, minden egyes ilyen beépített ügynökös sztorinál közben kezd meghasonlani, már olyan dolgokat is véghez visz, amiket rendőrként a lelki ismerete nem hagyna, és akkor ők ketten, tehát a főszereplői a filmnek, és ők azok, akik így
ilyen kezdetben kényszerszövetséget alkotnak, aztán pedig természetesen, ahogy John Woo-nál már megszoktuk, életük legjobb barátjaivá válnak, aki és a másik érte a saját életüket is kockára tennék. Ez a férfi barátság, ez ilyen. Így van. Így van, és hát a maga a cselekmény itt a maffiának az ügyködésével az szerintem összefoglalhatatlanul keszekusza. Én nehezen látok át rajta, megmondom. Igen, nekem is voltak ilyen pillanatok, hogy akkor most kik támadják meg, melyik szereplőt, és miért, és ez most kitárul el, kicsoda, tehát igen, egy kicsit zavaros a film ilyen szempontból. Igen, igen. De a lényeg az, hogy a finálé az egy ilyen kórházi jelenet sor, egy hatalmas set piece. Igen, ahol kiderül, hogy a maffia ilyen front fedő szervnek, ilyen frontnak használja a kórházat, és valójában van egy ilyen titkos részleg a kórházon belül, amit így a hullaházon keresztül lehet elérni, a milyen titkos fegyverraktár, és szóval igen, itt már végképp ugye a valóság talajáról teljesen elrugaszkodik a film, meg a John Woo is. Igen, nem csak a kórházban gorult el a gyógyszer. Ja, és akkor menet közben persze megismerjük vagy kapunk főgonoszokat, van egy ilyen klasszikus, ez is inkább így az amerikai, vagy legalábbis nekem így az amerikai filmekből ismerős párosítás, hogy van az ilyen okos intellektuális főgonosz, aki nem akarja annyira bemocskolni a kezét sokáig, és akkor van a henchman, aki meg elvégzi a piszkos munkát, de mondjuk ezen is csavar egy kicsit a John Wood. Szerintem az azért elmondható a Hardboiledra is, hogy a meglévő kliséket, amiket alkalmaz, mindig egy, legalább egy picikét így, ha nem is árnyal, de csavar rajtuk, hogy így érdekesebb legyen, mint egy bármelyik tucat akciófilm hasonló trópokból, nem? Nagyon igaz, nagyon igaz. Mert pont itt a két gonosztevővel, ugye a Johnny Wongnak hívják a maffia főnököt, vagy a feltörekvő maffia főnököt, akit az Anthony Wong nevű ilyen hatalmas hongkongi sztár játszik. Hmm. Ez a fickó, ez tényleg olyan sztár volt, hogy 2003-ban van ez a Hong Kong Film Awards, ami az a legfontosabb hongkongi filmes díj. Ott a legjobb férfi mellékszereplő kategória 5 jelöltjéből 3 az ő volt. És aztán meg is nyerte az egyikkel, tehát szép. Elég szép teljesítmény, és tehát ő játsza a mindig másféle színes öltönyben parádézó ilyen kifinomult és veleig romlott gonosztevőt, és akkor a Philip Kwok nevű arcművész színész pedig a Mad Dog nevezetű henchmennyét játsza, aki az ilyen Terminátor jellegű figura így kinézetére is, meg viselkedésére is. Ja, és tök jó, hogy a pont a nagy fináléban pedig így megfordítják, hogy így hogy ennek a Mad Dognak lesz valójában lelkiismerete, vagy ha nem is lelkiismerete, de van egy bizonyos kódrendszer, amihez ő, etikai kódex, amihez így tartja magát, hogy nem lő halomra áldozatokat, ha csak nem feltétlenül muszáj. És ez egy pont annyira meg tudja bonyolítani, vagy egy újabb ilyen kis érdekes epizódot eredményez a fináléban, amire így elsőre talán nem számítanánk. Így van, ez nekem is tetszett, ez a fajta kis csavarás az alapképleten. De maga az, hogy a főgonosz, mert a maffia vezér, az egy ilyen hidegvérű gyilkos, az persze nem lepett meg senkit szerintem. Ja, igen. Ott tényleg a Die Hardból az Erik meg karakterével azért szerintem elég sok hasonlóságot fel lehet fedezni. Igen. De nekem egyébként a három filmből, amit megnéztem, három John Woo filmből, hongkongi csomó filmben, amit megnéztem, nekem ebben voltak a legizgalmasabbak a gonosztevők. Tehát így, pont az előző kettőben úgy éreztem, hogy nem rosszak ott se a negatív figurák, de egy picit súlytalanok a főszereplőkhöz, vagy az ilyen árnyaltabb, szürke zónában mozgó szereplőkhöz képest, és itt nekem nagyon jó tett ez a fajta ilyen skatulya, amiben rakták ezt a két gonosztevőt, és a mind a két színész szerintem a maga funkcióját nagyon-nagyon jól betöltötte. Igen, ezt én is megfigyeltem, és én is egyetértek vele, és egyébként ez is lett, hogy simán csak az amerikai hatás, hogy talán még a piszkos Harrybe se volt annyira, de abban azért hangsúlyos a főgonosz, de nem olyan ikonikus, mint aztán később az Alan Rickman a Die Hardban, de az Die Hardtól kezdve a főgonosz az mindig egy ilyen kulcsfigurája volt a film, nem lehetett elhanyagolni onnantól kezdve. Attól így van, igen. Ott szerintem kb. Onnantól terjedhetett el ez a mondás, hogy egy film annyira jó, amennyire a gonosztevője, és
ez főleg az akciófilmek, szerintem máig nagyon, nagyon igaz. Ja, és szerintem is, én tök egyértelműnek látom a Philip Kwok-nak a Mad Dog nevezetű karaktere és a Terminátor közötti párhuzamokat vizuálisan is. Uh-huh. Tehát nem csak az van, hogy ő egy ilyen gyilkológép és rezenéstelen sziklaarccal lő halomra embereket, hanem szerintem a John Woo vizuálisan is utalásokat tesz a James Cameron féle 1984-es Terminátorra ezzel a karakterrel. Van ilyen konkrét emléked, vagy egy ilyen kép, hogy így, igen, a két dolog biztosan nekem egyértelműen bevillant. Az egyik, hogy az eredeti filmben, a Terminátorban, a Technoir nevű bárban, vagy diszkóban a shootout az többször nagyon hasonlóan van felvéve, mint ahogyan a Mad Dog itt lövöldözik. Ugye abban a filmben a Terminátornak egy ilyen szürke zubbonya van, egy barlangkabátszerű kabátja, uh-huh. és akkor abból szokott néha előkerülni egy gépkarabé, és akkor csípőből lő. Igen. Az átadnalokra. Na itt is ilyen csípőből lő a gépkarabéjjal ez a Mad Dog sokszor egy ilyen szürke kabátban. Igen, igen. Meg az Arnie-nak abban a filmben néha ilyen hosszabb a haja, ilyen furán oldalra leló, mint itt a Mad Dognak. És aztán a film egy pontján az van, hogy így a Terminátornak a filmnek egy pontján a Arnold Schwarzenegger elveszíti a bal szemét, és itt a Mad Dog is félszemű, és tök sokszor hasonlóan így profilból veszi föl, és hasonló is az arcéle szerintem az Arniehoz abból a szögből. És így azok a profilos felvételek, azok nagyon hasonlók ahhoz, ahogyan a James Cameron veszi fel időnként az Arnold Schwarzeneggert. Tehát így konkrét állítások itt szerintem hasonlítanak. Ja, ez tök jó. Nagyon jó egyébként tényleg ennek a Philip Kwoknak az arca, tehát annyira nagyon nem egy expresszív figura, vagy nem egy ilyen, nem tudom, színészeni, de hogy iszonyatosan jó gonosztevő arca van. Nagyon jó. És ő egyébként egy ilyen, amennyire utána néztem, ő egy tényleg ilyen hongkongi harcművész sztár, aki ugyanúgy a kínai operából érkezik, mint mondjuk a Jackie Chan, tehát abból az opera az nem az európai értelemben vett opera, hanem egy ilyen éneket, táncot és harcművészetet ötvöző előadásforma, és hogy ez a Philip Kwok is onnan érkezik, és így hagyják is azt, hogy legyenek olyan akciójelenetek, ahol mondjuk verekszik. Tehát, hogy van egy olyan, amikor egy informátort elkapnak és elkezdnek elagyabudjálni, ott ilyen olyan pörgőrugásokat alkalmazni, amit egy indokolatlan jelenetből, de azért van benne, mert hogyha már Philip Kwokot szerepeltetjük a filmünkben, akkor legyen már olyan jelenet, ahol bújózik is, vagy ahol a harcművészeti képességét megcsillogtathatja, és ez tök jó szerintem. Igen. Neked ő kapja az egyik legmenőbb pillanatát a filmnek, amikor így a lövöldözés meg a robbanások kellős közepén így a lángokba így beletartja a szájával a cigit, és úgy gyújtja meg. Tehát így ilyen merő pillanat máskor csak a hősnek szokott dukálni. Ja, igen. Oké, hát mivel igazából itt nekem az a verdiktem ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy bár a gonosztevői tényleg emlékezetesebbek, mint bármelyik korábban megtekintett John Woo filmé, sőt az akciói is brilliánsan koreografáltak és felvettek. Összességében a Killer nekem jobban tetszik, mert stílusosabbnak tartom, mint a Hardboiled-ot, és koherensebbnek a cselekményét is. A Hardboiled az setpiece-ről setpiece-re összefércelt cselekményen rendelkezik. A setpiece-ei kenterbe vedik a korábbi John Woo filmeket, de valahogy elveszítik azt a stílust, vagy azt az igazi oldaldást, amit láttam a Killerben. Egyetértek, és kicsit az arányai is sem annyira jól működnek ennek a filmnek, mint mondjuk a Killernek. Mondjuk abban az értelemben, hogy nekem bármennyire is szenzációs a filmjegyi kórházi akciójelenet sor, de nekem az már sok. Tehát időben is, dramaturgiailag is, nem azt mondom, hogy önismétlő, mert mindig találnak benne újabb és újabb fordulatokat, vagy másféle akciójelenet, vagy akciókoreográfiát, de a Killernek a templombeli fináléja az nekem sokkal erőteljesebb volt. Pedig az se egy kompakt valami, hanem az is már egy nagyon nagy szabású dolog, de mégis ott azt éreztem, hogy annak egy sokkal elegánsabb íve van, mint itt a fináljónak, ami mert tényleg azt éreztem,
vagy akár a film közepén lévő raktárbeli akciójelenetnek, hogy itt már az volt a lényeg, hogy jó, akkor legyenek motorosok is, azokat a levegőbe robbantsuk föl, minden robbanjon föl, még az is robbanjon föl, ami nincs itt, ami nem látszik a képen, közben valaki drótkötélről ereszkedjen le, és úgy lőjön a gépfegyverre, tehát tényleg így minden bele akar zsúfolni, és ez valahol olyan rokonszenves, meg ilyen elképesztő, meg menő, de hatásban mégis picit kevesebb, mint a Killer, és valóban szerintem igazad van abban, hogy ott a rendezői stílus, és annak az egyedisége, az meg egyénisége, az még jobban érvényesült, mint most. Igen. Ettől függetlenül muszáj végigmennünk azokon a dolgokon, hogy mennyire látványos, és mennyire hihetetlenül megcsinált ez a film. Hát igen. Tehát ja, ez az egyik fele, hogy ez mindenképpen hatalmas érdeme, hogy azok a setpiece-ek azok tényleg brutálisan jók. A másik érdeme meg az, hogy hát a két főszereplője fantasztikus. Szerintem a Chow Yun-fat elképesztően rokon szembes ebben a filmben. Tehát a két korábbi filmben, ahol ilyen megtépázott szomorú hőst játszik, meg nem tudom, itt egy ilyen nagyon, nagyon tökös, nagyon kemény, nagyon laza csávó, és baromi jól áll neki, szinte még fiatalosabb is, mint a korábbi filmekben. Igen, főleg a Killerben ez a hátranyolt hajjal, amivel szerepelt, illetve többször volt ilyen öregített maszkban, amikor így áruhába öltözött, és ott valóban ilyen, ha nem is idősebbnek tűnt, de például jobban feltűnődik, hogy ki van kerekedve az arca, meg ilyen... Szóval az egy mitikusabb, meg ilyen misztikusabb figura, és ez meg egy nagyon földhöz ragadt csávó. Tehát itt több közös vonás van szerintem a John McClane-nel, meg a Martin Riggs-el, mint a... Nem Martin Riggs, bocsánat, összekevertem, ahogy hívják a Mel Gibson-t a Városfegyverben. De az a Martin Riggs. Akkor jó, akkor eltettem. Igen, szóval, hogy velük több a közös vonása, mint a korábbi John Woo szerepeivel. Szerintem is. Full. És nagyon-nagyon jó a kémiája a Tony Leung-gal. Tehát így tök jól működnek együtt minden egyes közös jelenetben. Nagyon-nagyon jó. És a Tony Leung is, itt azért jóval fiatalabb sztár, mint Chow Yun-fat, de baromi jól helytáll. Igen, és ő teljesen másféle színjátszást víz be ebbe a filmbe, mint akár a Chow Yun-fat, vagy a Chow Yun-fatnak a korábbi filmbeli partnerei az előző filmekbe, a Killerben, vagy a Better Tomorrow-ban. De Tony Leung-nak van egy sokkal ilyen befelé fordulóbb, minimalistább színészi játéka, és azért itt ő is igazodik a John Woo-féle maximalizmushoz, és van, amikor így a jachtján így üvölti az égre a fájdalmát, tehát hogy nem kell azt képzelni, hogy ő itt valami nagyon szuper minimalista színészi játékot képvisel, de szerintem tök más az ő kisugárzása és dinamikája, mint a Chow Yun-fat, és ez a karakterekben is tök jól megmutatkozik, hogy a Tequila az egy tényleg ilyen szuper vagány fickó, aki nagy kanállal falja az életet, és a Tony Leung meg ez az ilyen démonoktól megtépázott szomorú hős, és nagyon-nagyon jól passzolnak így egymáshoz. Igen, démonoktól megtépázott szomorú hős, de ugyanakkor ő is ilyen nagyon-nagyon sármos, nagyon megnyerő, nagyon rokonszenves. Nagyon, tehát szerintem a Tony Leung szomorú mosolya az egyik ilyen legbiztosabb fegyver, amit be lehet vetni a nézők szimpátiájának a megnyeréséért, vagy legalábbis lehet, hogy csak nálam van ez így, de többször van a filmben, amikor így ilyen bánatosan elmosolyodik, és akkor így rögtön meg akarom védeni mindentől. És akkor már a múlt heti adásban is Feri emlegette, hogy a John Woo-nál a női szereplő az ilyen ürügy maximum. Hát itt ez végül is egy ilyen furcsán alul, vagy nem túlságosan kidolgozott szerelmi háromszögben megjelenik egy női karakter, ez a Foxy nevezetű, ugye Foxy-nak hívták, ugye? Nem, a Foxy nem az Fox. Ez egy másik hím, az informátor társuk volt. Jaj, bocsánat, igen. Nem emlékszem a rendőrnek a nevére, de a Tereza Mó játsza. Igen, Teresa Cheng a neve a karakternek, bocsánat. Igen, elnézést, a neveket már nagyon kevertem. De ez is egy olyan sztoriszál volt, ami így, igen, kell egy ilyen filmben. Ilyen meg amúgy is tök jó, hogyha van egy ilyen kis ellentét, vagy egy ilyen kis fűszer a két főszereplő kapcsolatában, vagy dinamikájában. De nekem nem volt teljesen követhető ez a romantikus szál. Nekem se, sőt, mert közben csomószor gondolkoztam, hogy
hogy most akkor itt van bármi bármelyikük között? Mert hogy az elején csak azt látjuk, hogy a, ugye megkapja a virágokkal együtt az ilyen kódolt üzeneteket a Tony Leungtól a Terezamu. Igen. És hogy ott, mintha jelen egy ilyen táv, idézőjelben távkapcsolat közöttük, meg azt látjuk pár jelenben, hogy a Csolyon Fatid nagyon nyomul rá, de egy később meg úgy beszélnek egymásról, meg erről az egészről, mintha ők így végig így járnának, vagy így együtt lennének, és akkor ebbe így betolakodott a többileg. Tehát teljesen kibaradt volna valami olyan háttérinfo, ami ezt megalapozza. Ezt szerintem ki lehet jelenteni általunk látott John Woo filmek alapján, most kevésbé emlékszem a Mission Impossible 2-re, de az összes John Woo filmre általában mivel szerintem igaz, hogy John Woo gyakorlatilag aszexuális a filmjeiben. Tehát itt is, a Wikipédiát olvasva jöttem rá, hogy elvileg a Chow Yun-fat meg a Teresa Mo karakterei járnak. Igen, az egyáltalán nem derül ki ebből, csak annyi, hogy a Chow Yun-fat így próbál így bevágódni nála. Nekem ezért igen, hogy csapja neki, azt hittem, hogy csak csapja neki a szelet. Igen, és hogy igen. És a Tony Leunggal van, amit mondasz, hogy ez a titkos románc, hogy igazából küldözgeti neki a rózsákat, hogy emlékeztesse, hogy szereti. Nekem tökre ez volt a felelés, és akkor így a végén is a filmnek, amikor így a Chow Yun-fat meg a Teresa Mo így ölelkeznek, akkor is csak így homlokon puszília, nem, igen. Semmi romantikus gesztus nem történik. Ja, egyébként semmi kémia nincs köztük, de tényleg ez a kémia még legobban a képernyőről az a Chow Yun-fat meg a Tony Leung között van a filmben, de így a Teresa Mo-val semmi, sem hiszem, hogy ez a Teresa Mo-nak a hibája lenne, csak pont feltűnőbb az, hogy egy picit megpróbáltak több szerepet adni az egyetlen ilyen jelentősebb női karakternek, de így még sántábla az, hogy így igazából mennyire jelentéktelen az ő figurája. Igazából ugyanaz, hogy így egy idő után meg kell menteni, vagy így meg kell védeni, bár talán kevésbé domináns ez, mint a Killerbe volt, mert ott tényleg csak egy ilyen damsel in distress volt a Itt azért képes volt lelövöldözni pár ezért gonosz területet. Igen, ez már egy újdonság is, és fegyvert fog, és megnézi magát. Én nem tudom, tudta, de hogy eredetileg a Michelle Yeoh lett volna a kiszemelt erre a női főszerepre. Ja, azt olvastam. Igen. És nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy ha ő lett volna, akkor ez mennyivel dúsult volna még föl a szerep, mert az a Michelle Yeoh, akkor már így saját jogán is egy ilyen akciófilmekben is szerepelt, meg a színész filmekben is, tehát hogy ő akkor egy sokkal karakánabb figura volt, szerintem már hangban, és lehet, hogy ő kikövetelte volna magának a nagyobb szerepet, mert ezt lehet így olvasni a film elkészüléséről, hogy a forgatókönyv az egy nagyon sok stáción ment át, és nagyon sokat módosítottak rajta így menet közben is, tehát hogy a Chow Yun-fat így plusz jeleneteket rakatott be, ami az ő figurájának a háttértörténetét így jobban kibontja. Ugye ezek azok a jelenetek, amikor a John Woo kameózik egy kocsmárosként, és így beszélgetnek így a rendőrlét nehézségeiről. Tehát, hogy ez a Chow Yun-fat kérésére kerültek vele ezek a jelenetek. Akkor a Tony Leung az eredetileg, vagyis hát az a karakter, akinek a Tony Leungnak szántak, az egy ilyen pszichopata bébi gyilkos lett volna, aki kisbabákat mérgez meg, és aztán évben rájöttek, hogy ez így túl sok. Konkrétan akkor már a Terence Chang, a producer már járkált Amerikába, hogy kiépítse a John Woo karrierjét, meg hogy próbálja eladni a filmjeit Amerikában, és ott jött rá, hogy ez nem fekszik az amerikai közönségnek ez a dolog. Gyerekgyilkosság az ott nem? Igen. És akkor ebből maradt meg igazából a végén csak a bébi mentő akció, meg az egy ilyen kis mérges gázos jelenet. Jó. Úgyhogy jó tették egyébként az a baba mérgezés, ezt nem tudom kezdeni. Igen, az nem hiányzott volna. Úgyhogy itt szerintem ezért is érezzük a forgatókönyvben ezt az ilyen több szempontból ilyen kis kicsit alulírtságot vagy zavarosságot, mert annyit változtattak menet közben, szóval egy idő után már csak az volt, hogy jó, akkor legyen itt egy action set piece, akkor ezt rakjuk össze valahogy, és nem az volt a lényeg, hogy dramaturgia az én eltájt legyen. Hát ja. Ja, egyébként ez a szerelmi háromszög, ez is így megalapozza a 10 évvel későbbi szigorúan piszkos ügyeket, nem? Ja, abba volt szerelmi háromszög. Volt, már az az érdekes, hogy csak a Departedból emlékszem rá. Fú, már én is régen láttam, lehet, hogy a Departedból emlékszem én is csak rá. De valószínűleg
valószínűleg. De rémlik, hogy az ugyanaz a karakter benne volt, igen. Rémlik, hogy ugyanaz. Igen, igen, igen. Na, mindegy. Ja, visszatérve. Igen, a hardboiledra. Igen, az, a két főszereplőnek a dinamikája az lerobban a vászonról, tényleg, de nem csak ez robban le a vászonról, hanem a szegészek is. Igen, bár még itt a két főszereplő dinamikájára még egy picit visszatérve. Ez tök érdekes, hogy a két színész között igazából szinte semmi kapcsolat nem volt. Mert hogy a film közben is ilyen a kamerán kívül nem nagyon kommunikáltak egymással, ez nem egy olyan sztori, hogy így a színészek is ilyen szuper jó barátok lettek, és ez mennyire jól átjön a vászonra, hanem ilyen, a Tony Leung eleve egy ilyen visszahúzódó, zárkózottabb típus, nem nagyon közösködött így a Chow-Yun Fat-tal, és akkor így kamerán kívül nem volt semmi komoly a kapcsolat, de így amint elkezdett forogni a kamera, így azonnal így ezt a mély érzelmi barátságot így meg tudták jeleníteni. Nagyon jó. De tényleg Hongkongnak most szerintem az elmúlt 30 év két legnagyobb sztárjáról van szó. Abszolút, meg hogyha arról beszélni ki a legnagyobb színész ever, akkor így, nem tudom, a top 5-ben ott kell lenniük mind a kettőjüknek. Ja. Picit akkor beszéljünk még az ő karrierjükről. Nyilván nagyon keveset láttam a hongkongi filmográfiájukból, de mindketten bepróbálkoztak Amerikában is, vagy próbálkoznak igazából, mert hogy Tony Leung aktuálisan is le van szerződtetve egy amerikai szuperprodukcióhoz. Igen, bár igazából még gyakorlatilag mondhatjuk, hogy most kezd így nyitni Amerika felé. Tehát, hogy ő pont azok közé, a hongkongi színészek közé tartozik, akik jóval kevésbé próbálkoztak amerikai karrierrel, akár egy Jet Li, Jackie Chan, Chow Yun Fat, Donnie Yen, tehát hogy így ezek a nagy hongkongi sztárok, Michelle Yeoh, meg kínai sztárok, őket tényleg egy idő után, 2000-es évektől kb. Megismerhetük amerikai filmekben is, és Chow Yun Fat pedig abszolút maradt Hongkongban, maradt a Wong Kar-wai-jal, a John Woo-val, és így otthon csinált, mármint hogy Hongkongban készített filmeket, úgyhogy szerintem így kb. Az egyik első ilyen jelentősebb amerikai szerepe lesz most ez a Shang-Chi-beli mandarin, ami tök érdekes. Ja, ez a Marvel egyik következő produkciója már, ha a koronavírus is úgy akarja. Igen. Neked egyébként mi a véleményed arról, hogy hogyan szuperálnak szerinted ezek az ázsiai meg hongkongi sztárok az amerikai filmekben? Fatra leszűkítve most. Nagyon-nagyon jó kérdés, mert hogy nem nagyon láttam a Chow Yun Fat-et amerikai filmben szerintem. Aha. De úgy gondolom, hogy ilyen instant karizmának őket is mindig be lehet dobni. Tehát ugye a Chow Yun Fat például szerepelt egy támfélgonosként valamelyik Karib-tenger kalózaiban. És szerintem ez egy tipikus olyan casting, hogy kell egy egzotikus színész, aki nagyon-nagyon karizmatikus, és akkor ő az első a listán, akit így ilyen kopák. Tényleg, igen. Én amiben emlékszem rá, vagy amiből emlékszem rá, az már emlékszem, hogy mi volt a magyar címe, a The Replacement Killers. Az 98-ból az Antoine Fuqua-nak egy akciófilmje, azt még akkoriban láttam, és itt tele van ilyen tök jó karakterszínészekkel, mint a Michael Rooker, Danny Trejo, Jürgen Prochnow, tehát ezek az ilyen klasszikus rossz arcú karakterszínészek, és akkor ennek volt a főszereplője a Chow Yun Fat, és így arra emlékszem belőle, hogy abban az ilyen rezzenéstelen arcú, sztoikus, nem tudom, bortgyilkos vagy akciósztár volt. Tehát, hogy őt, ami engem a legjobban meglepett a hongkongi filmjében, hogy mennyire expresszív és mennyire élénk az ő színészete, azt szerintem az Amerikában legalábbis, amit én láttam tőle, ott kevésbé alkalmazta. Tehát inkább arról volt szó, hogy legyen egy ilyen Stone Cold Killer. Ja. De biztos vagyok benne, azt ő most maga is mondta egy interjúban, hogy jó, azért igazából ő szerinte titkon minden színész azért vágyik arra, hogy Amerikában is betörjön, ő is szeretne Amerikában betörni, de az igazi Szent Grál az lenne, hogyha Amerikában forgathatna John Woo-val. Mm-hmm. Ezt persze így akkor mondtam, hogy a 90-es években aztán egy jó darabig nem dolgoztak együtt, szóval itt nem tudom, hogy ma is. Sőt, az egyszer se igazából ez az érdekes, hogy a Hardboiled az utolsó közös filmjük.
Lett volna egy, még amikor egy filmjük, amikor visszatért John Woo Hongkongba, azt mondom, Pécsek után, és akkor Radcliffe címmel egy ilyen nagy történelmi eposzt készített, annak eredetileg a Chow Yun-fat és a Tony Leung lettek volna a főszereplői. Wow. És aztán a Chow Yun-fat kiszállt a produkcióból, amikor valahogy átírták a forgatókönyvet, hogy nem volt lett volna elég ideje fölkészülni, vagyis hát ez volt az érv. És akkor a Tony Leung megkapta az ő szerepét, mert a Tony Leung korábban szintén kiszállt, de most így visszacsábították a Chow Yun-fat szerepére. Úgyhogy a Tony Leung-val dolgozott együtt, de a Chow Yun-fattal az utasa, ami tök szomorú, meg így érdekes, hogy tényleg a Hardboiled, ami így a karrier csúcs gyakorlatilag mind a kettejüknél, és hogy ez volt az utolsó közös produkciójuk. Ja, nagyon nagy kár érte. Úgyhogy sajnálom, hogy nem jött össze, mert ugye itt ami miatt mindenki vágyik Hollywoodba, az főleg a költségvetés. Mm-hmm. Még ez a Hardboiled, ami egy ilyen iszonyatosan bombasztikus film, az is csak 4 millió dollárból készült. Gyanítom, hogy a John Woo összes amerikai filmje ennél több pénzből készült. Jó, talán az első lehet, hogy nem. Ja, igen. Meg ami még megnéztem, a Hard Target 93-ban majdnem 20 millió dollárból készült, azt meg se látszik rajta. Ötszöröse. Igen, szóval, hogy azért a John Woo ezekből a hollywoodi mércével, kis pénzből azért sokkal látványosabb filmeket tudott készíteni, mint sok Amerikában. Ebben benne van az is, hogy a hongkongi, nem tudom, ilyen munkahelyvédelmi szabályozatok, meg céhek, azok biztos nem olyan szigorúak, mint a hollywoodi rendszerben, ahol már nem köbbevésett aranyszabályai vannak, és így rá lehet venni a színészeket, hogy olyan kaszkadőr mutatványokat hajtsanak végre, hogy így csoda, hogy nem tudik ki a nyakukat. Ja, igen. Amerikában meg ez egyáltalán lehet, meg se lehet képzelni hasonló. Hát igen, Amerikában csináltak volna meg a Hardboiled, akkor nem élő kisbabák lettek volna a robbanások kellős közepén. Jó, biztos azért a legnagyobb robbanásoknál már, amikor így a testéhez szorítja a tequila a kisbabát, és így nem látni, akkor már biztos, hogy csak egy ilyen kis zsák volt. Vagy közben meg tényleg tele van kisbabákkal, miközben lövöldöznek meg ilyen. Hát azért ott rengeteg lövöldözés, igen, biztos, hogy jó, lehet, hogy nem pukkantok akkor át a fegyverek, mint aztán később az audiósávban, de azért ott tényleg nagyon sok fegyver eldördült. Szerintem egyébként ott is akkor át pukkantak, mert azt tudom a John Woo-ról, hogy ő rajong a gépfegyverek hangjáért, meg a lövések hangjáért, mert neki ez egyik ilyen nagy fétise, hogy így imádja ezeket a lövés hangokat, úgyhogy én meglepődnék, hogy sőt, azt hiszem a Hardboiledot azért is kellett utószinkronizálni, mert hogy itt semmit nem lehetett hallani a párbeszédekből a robbanások, meg a lövések zaja mellett, úgyhogy... De akkor ezen az útvonalon induljunk el a setpiece-ek felé, én a hangra különösen figyeltem a filmben, mert nagyon tetszett, nagyon fasza volt a hangeffekt keverés, meg a fegyvereknek a különféle hangjai, a shotgunnak a dörrenésétől, ez ilyen határozott hangrobbanásra a dörrenésétől kezdve a lőfegyvereknek a kerepelésé, nagyon-nagyon effektívek voltak ezek a hangok. Ja, igen. Mindig lehetett, ez is segített, tehát a John, jó, nyilván egyébként minden a szuperprodukcióban ez ki van dolgozva, meg ugyanilyen menő, de hogy így tényleg még a történetmesélésben is segít a hangeffektus, és tudod követni, hogy most éppen melyik szereplő kirelő. Igen, melyik kezében éppen milyen típusú fegyver van, és akkor az olyan. Igen, és mivel sok szereplőt mozgat, azért nagyon figyel arra tényleg a John Woo, hogy ne legyen két egyforma fegyver két szereplő kezében egyszer. Igen, ilyen kiemelt szereplőknél abszolút. Igen, marha jó volt ez is. Ja, illetve ami már a Killerben is megfigyelhető volt, itt aztán végképp, és a Better Tomorrow-nál még kevésbé, hogy milyen erőszetettel használja a John Woo, és az ilyen arctalan átütöltelék gonoszkedőket. Aki a Killerben van egy jelenet, ahol ilyen fehér ruhások így tömegével ostromolnak meg egy házat, és ott csak az a lényeg, hogy a fehér ruhán mennyire jól látszik, amikor így kipukkan a fehérpetárba. itt meg ez megint csak négyzetre vagy köbre van emelve a kórházas fináléban, mert ott ugye a betegek, meg az ápolók, meg az orvosok mind fehér ruhában vannak, plusz ott van egy rakás kommandós, amiket szintén szitává lehet lőni, és hogy például így olyan tömegeket mozgat meg, hogy már azt hiszem, hogy már mindenkit lelőttek, amikor még mindig így legalább 20-an megérkeznek.
Meg az arctalan tömegeknek a kihasználására milyen jók a bukós és akos motorosok is, akik alatt aztán amelyek alatt aztán akárhány kaszkadőrrel bújhat. Igen. Tehát ebbe is, hogy nem elégedett meg azzal a csomó, hogy oké, akkor legyen egy ilyen gambalat, vagy ilyen golyózáporos akciótípus, belakott mellé még néha egy ilyen karatés vagy kungfus verekedést, meg ilyen drótokon rángatást, és akkor pluszban még berakta a motorosokat, meg az autósokat, amik így a levegőben lassítva repülve robbannak fel. Tehát minden felrobban ebben a filmben. Minden felrobban ebben a filmben is. Ha egy autóba belelősz egy shotgunnal, akkor az egy tűzgolyóvá válik. Hogyha belelősz egy ablaküvegbe, akkor az szétrobban, és még tűzgolyó is van mellé. Tehát tényleg minden. Az ablaküvegeknek az a speciális tulajdonsága, hogy ha át akarsz ugrani rajtuk, akkor semmi bajod nem esik, de hogyha átütnek rajta, akkor szétvágódsz. Igen. Aztán, hogyha egy gránátot bedobsz egy zárt térbe, akkor nem az történik, hogy így a hangnyom, vagy a légnyomástól így minden bajod esik, hanem úgy felrobbansz, hogy így az épületből nem marad semmi. Igen, de viszont, hogy a főszereplő vagy, és úgy esik be melléd egy gránát, akkor pont a lökés hullám az úgy tud eldobni, hogy egy picit úgy megkarcolja a homlokodat. Mondjuk ez biztos vagyok benne, hogy nem green screen-en lett felvéve, hogy ott a csolyunk felett eklendezik a robbanásnak tehát abban a tűzgolyóban, ami majdnem a martalékává válik, tényleg ott pár méterre rohan el előtte. Lehet, hogy az a Tony Leung volt, de volt egy konkrét ilyen jelenet, hogy ezt így el nem tudom képzelni, hogy vették fel. Igen, és hogy a Hongkongi akciófilmben biztos, hogy volt több jelenet, ahol mondjuk kaszkadőr dolgozott helyettük, de 100% egy csomóban nem, mert hogy így a Tony Leungról is tudjuk, hogy beszéltünk már a Grandmaster kapcsán, hogy így nem tudom, egy évet vagy másfél évet töltött az, hogy felhozza magát így harcművészetileg. Tehát hogy ezek a színészek szerintem így presztízsnek tekintik azt, hogy ők végrehajtsák a saját akciójeleneteiket. Igen, meg erre így, ez is egy újabb ilyen stílusbeli jellemzője a filmnek, hogy van az, amikor így becsempészik a Tony Leungot a kórházba egy hordágyon, és akkor úgy támadja meg az ellenfelét, hogy leugrik a hordágyról, és neki löki az ajtót, de ez úgy, hogy leugrik a hordágyról, de vet egy bukfencet, és abból felállva rúgja rá az ajtót. Igen, és a film nyitó jelenetében sem csak leszalad a lépcsőn a csólyomfát, hanem amikor majdnem leesik a lépcső tetejéről, akkor így mellett közben gyorsan irányfát, és így lesiklik a korláton, és így lő természetesen két kézzel, két pisztollyal. Tehát, Igen, de azért ez így a John Woo erre így figyel is egy picit, hogy nem csak úgy lecsúszik a lépcsőn, hogy így ez egy annyira menő karakter, hogy le tud csúszni a lépcsőn, hanem jön szembe valaki, majdnem fellöki, és emiatt csúszik a lépcsőn. Tehát, hogy van benne egy ilyen következetesség, vagy egy ilyen okokozati összefüggés is, nem csak így céltalanul, vagy öncélúan menők ezek a karakterek. Igen, és érdekes, hogy nem tudom, hogy szerinted mennyire foglalkozik azzal a John Woo, hogy így az erőszak az mennyire. Tehát, hogy a főszereplőknek mennyire szennyezik be a kezét például. Mert ugye beszélgettünk a Hosszú felével a Sam Peckinpah-ról, meg az ő akció jeleneteiről, és hogy mondjuk a Sam Peckinpah filmjében, például a Vadbandában, ott így a nyitó jelenetben pillanatok alatt úgy elmérgesedik, hogy úgy elfajul az a nyitó bankrablás, hogy így a főszereplőink is gyakorlatilag szanszét lövik az ártatlanokat. Igen. És ugye a John Woo-nál meg nem értem, hogy a heroic bloodshed ott van a hősiesség, hogy ezek olyan lelkitartással rendelkező hősök, akik az ártatlanokat megvédeni próbálják, és nem megölni, és hogy még amikor valaki bajba esik, akkor gyorsan kimentik a tűzvonalból a saját testi épségük árán is, de szerintem ebben a filmben már, mint hogy több lenne az olyan jelenet, ahol így, ha nem is a főszereplőket okolhatjuk azért, hogy ártatlanok halnak még miattuk, de nem tudom, ezt talán kérdésként teszem föl, Péter, hogy a John Woo mennyire figyel arra, hogy itt az ártatlanoknak a szanaszét lövöldözése az így, annak így legyen súlya. Ja, ezen én is elgondolkodtam a filmnézése közben, mert szerintem egy amerikai filmben csak így alapvetően így a berögzülések, meg tehát a hagyományoknak köszönhetően se fordulhat elő az, hogy ártatlanokat halomra lőnek. Igen. Tehát, hogyha halomra lőnek valakit, akkor az minimum rendőr.
És akkor lehet azt mondani, hogy szolgálatban hunyt el, és ez azért más. Uh-huh. Meg hogyha halomra halnak meg emberek, akkor az maximum azért van, mert rájuk borul egy épület valami földön kívüli egy csatázása során. Yeah. De hogy még ott is inkább kimenekítik előtte az embereket, nincsen ilyen mértékű pusztítás. Itt meg tényleg a gonosztevők tömegbe lőnek a kórházból kimenekülő emberekre. Igen. Ez így tényleg elképzelhetetlen egy hollywoodi filmben szerintem, és én is elgondolkodtam rajta, hogy tudom értelmezni, és inkább csak úgy fogtam fel, hogy ez hogy Hongkong és Hollywood ebben egyszerűen különbözik. Mm-hmm. És ez John Woo-ban nem okozott ilyen, nem tudom, megakadást, ez, vagy megütközést ez a dolog, hogy gonosztevők ártatlanokra lőnek. Nyilván a rendőrök nem tennének ilyet, de vagy ha igen, akkor az óriási lelki válságot okoz náluk. De a gonosztevőket meri gonosznak ábrázolni tényleg. Ja, igen, szóval sokkoló volt látni nekem ebben a filmben azt, hogy a kórházablakból gépfegyverrel így gyakorlatilag ilyen mészállást végeznek a menekülő ártatlanok között, és nem hiszem, hogy ez sokkolónak szánta a John Woo, viszont az se igaz, hogy könnyelmű és felelőtlen. Tehát, hogy be akarja mutatni, hogy ezek a gonosztevők, ezeknek semmi sem szent, meg semmi sem drága, és az ember élet az így nem számít számukra egyáltalán. Igen. De közben mégis azt érzem, hogy sokkolóbb ennek a hatása így a szemünkkel nézve, mint amilyennek szánja a film, mert azért a film így, ha nem is glorifikálja az erőszakot, de nyilvánvaló módon így élvezettel koreografálja meg a nagy akció jeleneteket. Én itt azt is látom, hogy ugye, ezt is szintén Feri világított rá, hogy ez egy a John Woo posztmodern rendező. Mm. Ezt is látni vélem benne, hogy itt tényleg elviszi a határáig a hardboiled krimi műfaját. Mm-hmm. És itt a hardboiled krimibe beleértem tényleg a piszkos Harryt is, aki már önmagában egy dekonstrukciója ennek az egésznek. És azért a piszkos Harry is nem egy fetetetlen rendőr, simán lelő mit tudom én, autótolvajokat, vagy ilyenek. Tehát, hogy így abszolút nem érdemelne halált az illető, de piszkos Harry a magnumját rá szegezi. Na és itt is ezt érzem, hogy, vagy itt ezt érzem, hogy ezt még tovább, még extrémebben fogja fel a John Woo, és azt mondja, hogy jó, hát ezek a gonosztevők, ezek tényleg megátalkodottak, ezek a rendőrök, meg tényleg ilyen mindenre képesek, és akkor ez milyennek a vége? Igen, eleve ez a film úgy is készült, vagy is volt egy ilyen célkitűzés, hogy ugye sokan vádolták azzal, vagy többen vádolták azzal a John Woo-t a korábbi filmjénél, hogy a gengsztereket így dicsőíti, és hogy most a rendőröket akarta így érdeztára emelni. Ez, hogy a fináléban tényleg az, hogy a kommandósok kisbabákat mentenek, ennél direktebben nem lehet így a rokon szemét vagy a szimpátiáját így megjelölni számunkra ilyen villogó neon nyillal filmen belül. De egyébként meg talán azért zavar kevésbé ez a forma, igazából nem is zavart, csak inkább tényleg sokkolt, meg így meglepett ennek a hatása, de nem tartom, úgymond nem tudom, negatívumnak, mert eleve annyira over the top és melodramatikus, és így a valóságtól elrugaszkodott az egész filmnek a történetmesélése, hogy ebbe valahogy jobban belefér ez a fajta ilyen body count, ez az elképesztő mennyiségű lemészárolt ember, mint egy realisztikusabbra vett akciófilmnél lenne. Ja, ez is biztos, hogy benne van, hogy tényleg mennyire bombasztikus a film. Igen. Aztán lehet, hogy egyszer csak levesz a lábamról azt, hogy a John Woo mennyire kreatív és leleményes akciórendező, és így ezért meg tudok neki bocsátani egy több. Erről muszáj beszélnünk, mert tényleg itt óriási léptékeket látunk e között, meg a Better Tomorrow-nak az akciói között szerintem. Ja. Tehát én mondtam az elején az adásnak, hogy szerintem kevésbé stílusos ez a film, mint mondjuk a Killer. Ezzel azt értem egyébként, hogy mondjuk egy jóval kevesebb lassítást használ. Mm. Mert nincs akkor romantika itt az akciókban, mint a Killerben, vagy a Better Tomorrow-ban. Igen. Sokkal pragmatikusabbak ezek a jelenetek. Tényleg, mintha egy az egybe átvette volna, amit látott az amerikai filmeseknél a 80-as évek végéig, vagy közepétől kezdve. De ettől függetlenül, amit viszont megcsinál, amit viszont kitűz magának célul, azt maximálisan eléri. És
tényleg iszonyatosan látványosak ezek a jelenetek. Azért van néhány olyan dolog, amiben megőrzi a John Woo-ságát ez a film, tehát például azt, hogy többszögből veszi fel ugyanazt a mutatványt, kaszkodő mutatványt, az itt is megjelenik, és így nem tudom, három különböző szögből esik le az ember a függő folyosóról, meg ilyenek, meg a motoros három, vagy két különböző szögből üti el az ártatlan, vagy őzé szerencsétlen fehér egyenruhás gonosztevőt. Tehát igen, ezek így megismétlőnek ezek a dolgok. Visszatérnek ezek a dolgok, de mondjuk jóval kevesebbek ezek a heroikus lassítások. Igen. Egy jelenet valamiben így nagyon látványos ez az egész, az a szintén a kórházi nagy jelenetnél az a 2,5 perces vagy 2,75 perces egysnittes lövöldözés, amikor beszállnak a liftbe, aztán kiszállnak a liftből, aztán végig mennek a folyosón, és akkor ott van egy ilyen lassításos, gyorsításos játék. Az neked hogy tetszett? Érdekes az, hogy nekem nem tűnt fel az egysnittesség. Valószínűleg már annyira el voltam, szanaszét voltam bombázva az akció orgiával meglátványosságra, hogy így kikapcsolt az agyamnak az a része, ami észreveszi az esnétteseket, és erről nem tudtam előzetesen, úgyhogy ezt utólag olvastam, hogy jó, ezek szerint volt egy ilyen jelenben, úgyhogy nekem ilyen szempontból hogy nem emelkedett ki, de abszolút abszolút erőteljes volt, és most emlékszem, hogy az volt-e az a jelenet sor, ami azzal ér véget, hogy a Tony Leung véletlenül agyonlövi az egyik. Az a közepe, az a liftbe való beszálláskor történik, igen. Na mert hogy az egy tök váratlan és erős pillanat volt, és nagyon tetszett az, hogy a film a finálé a közepén már nem ér rá arra, hogy akkor ennek most egy fél órát szenteljen, hogy ez hogyan rázza meg az amúgy is szafatokban lévő idegzetű beépített ügynököt, de megvan az a pár jelenet, ahol a Chow Yun-fat megpróbálja őt kirángatni ebből a hirtelen traumából, mert hogy neki most szüksége van arra, hogy a társa az így teljesen a pillanatban legyen és koncentrálni tudjon, és tök jó volt az, hogy beletették ezt a kis közjátékot így még mélyebbre taszítva. Tehát, hogy ez pont arra volt egy jó példa, hogy a John Woo-nál mindig van ára az erőszaknak. Tehát ugye akkor a Betartumáronál is már beszéltünk erről, és hogy itt is beleteszi még a legvalóságtól elemelkedettebb, kifejezetten csak a látványra fókuszáló akcióorgiába is, beletesz egy olyan momentumot, amivel érzékelteti azt, hogy ennek súlya van, és így a lelket ez sebeket ejt a hősöknek a lelkén. Igen, én is ugyanezt, bennem is ugyanezt fogalmazódott meg, és ez attól brilliáns, hogy ez beteszi ebbe az esnittesnek a kellős közepébe ezt, hogy realizálódik a Tony Leungban, hogy lelőtte a saját társát, és akkor ez így gyorsan meg kell vívnia magában ezt a lelki konfliktust, ameddig a lifttel a következő emeletre érnek, mert utána megindulni kell. Igen. Ez is tök jó volt, meg hát szerintem fantasztikus a kisbabás. Igen. Csúcs ebben az akció jelenleg sorban, amikor énekelni kezd a Chow Yun-fat a kisbabának, és úgy próbálja megvédeni, ez így teljesen meghatott. Igen. Százszerződik működött. És a hangkeverés is ott aztán tényleg elrugaszkodik a valóságtól, de olyan csodás, nem? Hogy így leharkulnak a fegyverek, és csak a dudulást halljuk, meg ezt a szinte már ilyen rappelés, mert még dudulni se tud szerencsétlen rendőr. Igen, és mennyire jó már a humor a John Woo-nak, hogy belerakta ezt, a kisbabban lepisíli a megdulladt nadrágszárat, ez is tökéletes volt. Hangosan röhögtem. Ez megint egy annyira váratlan mozzanat volt így, amikor azt hittem, hogy már nem lehet ennél váratlan a pillanat az akció jelenet sorban, akkor ők kaptam egy ilyen poént. Igen, és amit mondtál arra, hogy itt a szereplők nem maradnak ártatlanok. Egy másik dolgot is kiemelek ezzel kapcsolatban, ami szintén az amerikai akciófilmeknek erre már a 80-as évek utáni, tehát a régen éra utáni hullámára mennyire jellemző, ez a Shane Black-féle törvényszerűség, hogy ha eldöldül a fegyver, akkor az igenis megsebez valakit. Uh-huh. Nincs olyan, hogy 100 000 lövedéket elsütnek, és senki nem, és egyetlen főszereplő se sérül meg. Ez így nem történhet már meg ebben a világban, a halálos fegyver meg a Die Hard világában. Itt már, ha rajta ütnek a jakton Tony Leungon és Chow Yun-faten, akkor hátba lövik a Chow Yun-fatet, és látjuk utána a kórházba, hogy
ápolni kell őket. Igen. Utána Csajon Fetyát megillövéséri valamikor a kórházban, a Tony Leung az konkrétan saját magát lövi meg ott, tehát ott rendesen sérülnek a szereplők, nincsenek ilyen kolosszusok, mint az Arnold Schwarzenegger, akik mindent túlélnek. Igen, lepattannak a golyók, igen, a muszkriaikról. És egyébként most, hogy mondom, most eszembe jut egy-két olyan pillanat is, amit mondtad, hogy így kevesebb az ilyen, ilyen John Woo-féles stilizált pillanat, de hogy de gyakorlatilag egy-kettő, tehát például amikor van az az informátor, akit agyonvernek, utána Tony Leung melkason lő, de előtte az kis öngyújtót a zsebébe csempészve még meg is menti, akkor még a vízből is kimenti, tehát hogy már fél halott a csávó, de még életben van, és akkor őt próbálják a kórházba megvédeni. És amikor őt megölik, akkor az gyakorlatilag csak egy ilyen ablakra ráfröccsenő vértermetben jelentkezik, tehát hogy az egy abszolút egy ilyen tök szép pillanat, és utána még nagyon vicces, hogy így megjelenik két csávó, akik így elkezdik így letakarítani az ablakot, és így mondják az ápolónak, hogy nincs itt semmi látni való, nincs itt semmi gond, menjenek, csak nyugodtan, csak itt takarítgatunk. Igen, de itt csúcsra van járatva ez a ponyva, ez egy történet mesélés is, nem? Hogy így senkit nem zavar, hogy ott van egy vérpermet a falon. Abszolút, igen. Igen, ezt én is baromira jelveztem. Ja, és ami meg még ilyen tipikus csomó védjegyés, ami szerintem a leghangsúlyosabb a Killerben volt, az a két főszereplő egy stand-off-on keresztül Meet Q-tól, vagy találkozik először, az itt is megvan, hogy a raktárbeli lövöldözés meg robbantások kellős közepén így úgy találják egymást, hogy mind a ketten pisztolyt szegeznek a másik, és egymásra néznek, és így meglátják a másikban a lelki társukat. Igen, ez annyira romantikus tud lenni ez. Igen. Egymásnak szegezett két pisztoly. És akkor ez biztos, hogy megismétli a film a végén, hogy a Philip Kvokkal is. Igen. Tényleg. Tetszik ez az, hogy ott egy kicsit más kontextusban, de megismétlődik ez a standoff. Ja, igen. Ami még nekem két dolog még a John Woo stílusával kapcsolatosan. Gyönyörűen néz ki, mikor autóval vonulnak végig Hongkongnak a neonfényei között. Mm. Nagyon szépek azok a felvételek. Ez megint ilyen Miami Vice-os, vagy ilyen, nem tudom. Ja. Igen. És volt egy dolog, ami nem tetszett, amit szintén a Feri magyarázott el nekünk a múlt héten, ez a minden áron arra törekvés, hogy legyen egyértelmű minden. Itt ebben a filmben ez már zavaróvá vált számomra, mert azt is elmagyarázza, aminek pont az a lényege, hogy nem kéne direkt kihangsúlyozni. Ezek a setupok és a payoffok. Van egy pár olyan szép setup a filmben, ami ki is fizetődik, szépen lecsapja ezeket a labdákat a film, de úgy, hogy erőltetetten visszautal. Például amikor a Tony Leung megsérül a kórházban az ilyen rejtett katakombákba való mászkáláskor, ugye megrázza az áram, és akkor hátraveti ott egy áramcsapás, és a Choi Yun-fat látja őt hátrazuhanni, és egyből eszébe jut az a bajtársa, akit a film legelején lelőttek. Uh-huh. Aki ugyanolyan fiatal nyomozó volt, mint a Tony Leung. Igen. A flashback-ekben látjuk azt, hogy visszautal a film arra, hogy ott a bajtársa hogyan sérült meg. De ott de nézőnek szerintem alapból értenie kéne, hogy azért is kedveli meg ennyire a Tony Leungot, mert emlékezteti arra a bajtársára, akit ott elveszített. Nem kell még külön kiemelni egy flashbackkel ezt a párhuzamot. Aha. Aztán a másik, amikor szerintem egy csodálatos setup és payoff, amit elrontott a John Woo a vágással, hogy ugyanebben a jelenetben a Choi Yun-fat úgy lövi ki ezt a transformátort, vagy a fene tudja mit, egy ilyen csövet, hogy oda céloz egy ilyen töltényhüvelyre, igen. Aztán remeg a keze is nem tudja eltalálni, és akkor leereszti a fegyvert, aztán egy hirtelen mozdulata mégis lelövi. Tehát nem hosszasan célhoz, hanem egy ilyen nagyon gyors kapáslövéssel lelövi, és eltalálja. És akkor a film végén, a nagy fináléban, mikor a
főgonosztevő tuszulejtél Tony Leungot, akkor megismétlődik ez, hogy rászegezi a fegyvert a gonosztevőre, a Trojum Fett, és rászegezi a fegyvert, és így leereszti, és akkor egy ilyen kapáslövéssel várjuk, hogy lelője, és nem kell megismételni, de megint megismétli azt a momentumot, és megint flashbackelünk arra, hogy hogyan lőtte le ezzel a módszerrel korábban azt a töltényhüvelyt abban a jelenetben a Trojum Fett, és egyértelmű is itt, hogy itt most megint ez fog történni, hogy akkor előrántja a fegyvert, és úgy lövi le kapáslövéssel. De nincs szüksége erre, hiszen az volt a setup, és emlékszünk rá, 30 perccel korábban volt csupán. Szóval ezekkel a fajta egyértelműsítésekkel kárt tesz a filmben szerintem a John Woo. Szóval pár ilyen dolog van, ami kevésbé működött nálam, illetve igazából nem tudtam pontosan követni itt a nyomozós szálat sem, itt ilyen klisé, vagy ilyen paneleket bedob a nyomozós filmekből, hogy a dallamnak a hangjegyeit lekottázva, azok ilyen számoknak felelnek meg, és akkor az a jelszó, és azzal fel lehet törni valamit, de abszolút nem tudtam követni, hogy most ez micsoda. Az nekem az meg volt, hogy az a Tony Leung-nak az ilyen titkos üzenetei, kicsit körülményes. Módszer az üzenet célbajutatásához. De aranyosak voltak ezek a doszos felvételek a számítógépekkel. Igen. Meg tetszett ez az origamis kis az nagyon jó volt. Hogy valahányszor megöl valakit, akit a lelkiismerete nem engedne, hogy másképp megölne, akkor egy ilyen origamival emlékezteti magát az általa elkövetett tettet, hogy ez tetszik ez a... Ja, meg ugye ott is a setup és a payoff az nagyon jól működött, és szép akciófilmes forgatókönyvírói húzás, hogy utána meg azzal figyelmezteti a Trojum Fettet, hogy oda küldi neki a kórházban egy ilyen darumadarat. Igen. Hogy jelezze, hogy ott van. Igen, cserébe teljesen értelmezhetetlen volt számomra az, amikor a Trojum Fett a Teresa Mo-val beszél a kórházban, és akkor mondja, hogy majd ha jelzek, akkor kezd el kiindítani a kórházat, és akkor így majd rózsával fogok üzenni, és ugye ebbe lehet csempészni már a zsebébe, és hogy aztán így, mi van, hogyha csak egy 3 órával később találja meg itt tök véletlenül, tehát ugye ez a volt, és teljes hülyeség volt. Ja, és mit szólsz a fináléhoz, ahhoz, hogy ilyen happy end lett a vége? Egy picit meglepett, mert amikor a Tony Leung véletlenül előtte rendelt, akkor azt gondoltam, hogy na, akkor itt ő neki az lesz a sorsa, hogy heroikusan feláldozza magát a barátjáért. Így van, én is, és úgy tűnik, hogy ilyen nagyon szofti volt itt már a John Woo, illetve talán még hallottam egy olyat is, hogy a stáb így azért nagyon fellázadt ellene, amiért meg akarta ölni a Tony Leung karakterét, és akkor ugye végén inkább mégis életben hagyta. Nem tudom, hogy ebből mennyi igaz, de szerintem egyébként a logikus befejezés az a hősi halál lett volna ennél a karakternél, de persze nem sajnálom, hogy így el tud hajózni, nem tudom, Antarktisz, vagy hol a francba akart költözni. Még egy ilyen sztori a fináléval kapcsolatban, amit olvastam a Wikipédián, hogy szerette volna John Woo az egész kórházat felrobbantani és poligromolni. Terence Chang meggyőzte, hogy azért az túl sok, és akkor végig csak a megrendelt robbanóanyag mennyiség egy negyedét használta a John Woo. Igen, erre a kaszkadőr vezetők és koreográfusok is így, akik közben működtek a filmben, nekik is így vissza kellett fogni a John Woo-t, hogy ennyi robbanás elég lesz, mert ennél többet már nem tudunk se kifizetni, se sérülésmentesen felrobbantani. Ja, az egyébként érdekes, hogy Hongkongban ez már egy, nem volt annyira népszerű ez a film, mint a mondjuk a Killer, vagy a korábbi film, tehát hogy a karrier, hogy a John Woo karrier egy visszatekintő, akkor ez egy ilyen elég egyértelmű demarkációs vonal, hogy megcsinálta a Hardboiled-ot, és utána ment Amerikába szerencsét próbálni, de hogy ez már a valóságban is megjelent, hogy ez a film népszerűbb volt a Amerikában, mint a saját hazájában, mert a Hongkongban már ez már a sokadik ilyen heroic bloodshed John Woo film volt, és lehet, hogy már egy picit kezdtek beleunni, viszont nyugaton még a Killer után ez még egy tök újdonság volt. Igen, de szerintem az is benne van, hogy ez a fogyaszthatóbb verziója a John Woo-nak, nem? Amerikaiasabb,
Lehet, lehet. Mondjuk a YouTube már a Killer is nagyon-nagyon nagy siker volt, tehát hogy szerintem önmagában az, hogy a John Woo milyen elképesztő akcióorgiákat tud rendezni, és milyen véres, és közben mennyire látványos és költői, ez így önmagában elsöpört a nemzetközi közönséget is, amikor először találkozott vele, illetve a Wall Street Fedor meg ugye emlegette is, hogy azért a John Woo egy nagyon, nagyon szándékoltan közönségbarát filmrendező. És nem tudom, hogy mekkora különbség van itt mondjuk abban, hogy valaki a hongkongi néző felé igyekszik közönségbarát lenni, és mennyire, hogy már az amerikai nézők felé tekint ki. Igen, ez mondjuk igaz. Ami szerintem az amerikaiaknak nagyon megnyerő volt a Hardboilban, akik ugye leginkább a saját a hazaiban készült akciófilmeken nevelkedtek legalábbis, hogy ezetten a film után azért tényleg a Richard Donner, a John McTiernan és a a James Cameron is mind a tíz ujját megnyalja, az biztos. Ja. Tehát ez mind a hármagyuknak szerintem felteszi a létre. Ja, igen, igen. Azt tudod, hogy a Criterion Collection-ben ez egy előkelő helyet elfoglaló film? Tök jó, de és ilyen díszdobozban, mármint hogy többi csomó filmmel együtt, vagy egy külön önálló. Gyakorlatilag úgy néz ki a dolog, hogy a Criterion Collection egy számozott collection, és minden egyes filmnek megvan az, hogy hanyadik kiadása a Criterion, hanyadik eleme a Criterion Collection-nek, és a Killer a 8., a Hardboy meg a 9. Tehát akkor egymás után. És ilyenek előzik csupán meg, mint az Amarcord, meg a 400 csapás, meg a 7 szamuráj, az eredeti 1946-os Szépség és a szörnyetek, tehát ilyen ezek között a legendák között foglal előkelő helyet a John Woo két filmje. Tehát akkor gyakorlatilag egyik legkorábbi filmek voltak, amiket a Criterionba kiadtak, ez azt jelenti. Így van, így igaz, ez azt jelenti. Király. Nagyon durva, így. Nagyon jó, igen. Ha már így a csomagolás, meg a kiadások, ami nekem az egyetlen nagyobb csalódás volt így a filmmel kapcsolatban, hogy ami előzetesen megvolt belőle, az csak a posztere, amin a Choi Yun-fat, ugye egy kis babát fog a kezébe, puskával a másik kezébe, viszont ez egy nem létező képkocka, tehát hogy összemontírozták, mert hogy abban a szerkójában van, amiben a raktárban lövöldözik, tehát ebben a kommandós szerkóban, amikor a puska így a hátára van szíjazva, és aha, ilyen roham mellényt visel, vagy ilyen golyóálló mellényt, és úgy fogja a kisbabát a kezébe, és így, mivel nekem ez az egy kép volt meg, ezért így nagyon számítottam erre a jelenetre, és ahhoz képest egy csalódás volt, hogy ilyen béna utcai ruhában van a végén, amikor a babás jelenet sor eljön. Én végig arra számítottam, hogy majd ebben a kommandós taktikai ruhában fog megjelenni, igen. De közben megértem, hogy így kiemelték a vizuálisabb két leghangsúlyosabb elemét a Choi Yun-fat karakterének, és összemontírozták egy poszterré. Igen. Még egyet találtam a John Woo-tól egy idézetet, hogy ő szerinte azért kedvelik jobban a Hardboiledot az amerikai, vagy a nyugati közönség, mint a Killert, mert a Killert igaz, hogy jobban szerette a kritikus közönség, a kritikusok közönsége, de az azért van, mert az jobban keverte, vagy szebben keverte az akciót a művészettel, és a mozirajongók meg inkább a Hardboiledot szerették. Ez nem teszi hozzá, hogy az akció mennyiség miatt, de szerintem arra gondol. Igen, meg a cselekmény vonalvezetése miatt is, mert hát amiket elmondtunk, amiket elmondtál, hogy a művészileg ilyen stilizálásban és esztétikában így azért ez egy hagyományosabb darab, és inkább inkább a hangerőre megy rá minden szempontból, ami egy nem kritika, mert tök jól áll a filmnek, csak igen, az a plusz, amit a Killernél átértünk mind a ketten, ahol így szerintem is abban a filmben egyesül a legjobban a John Woo összes erőssége. Ahhoz képest ez csalódásra semmiképpen nem nevezném a Hardboiledot semmilyen szinten, de valóban egy ilyen érdekesen fogyasztható akciófilm. Jó van, szerintem sikerült ezt is kibeszélnünk, és akkor jövő héten már nem John Woo-zunk. Egyébként azért remake-el készültél erre a John Woo-adásra, mert ugye egy John Woo-filmet már remake-eltünk, és igazából igen, kicsit ilyen önismétlő tudna lenni. Igen, szintén szóval nem tudtam, mert gondolkodtam rengeteget, de hát tehát maga a szigorúan piszkos ügyek, és annak a remake-je, a Departed, az már majdnem, hogy ennek a remake-je. Tehát, igen, ez már kielégíti, hogyha történet felül közelítünk, igen. Ja, ja. Úgyhogy nem. Még igazából tényleg az amerikai akciófilmeknek a többsége ezek a set piece-ről set piece-re felépített cselekményükkel, meg a body cup megoldással annyira
ugyanilyenek, hogy nem látom semmi értelmet remékelni, még így képzelem. Igen. Nekem az egyetlen, ami most írás közben eszembe jutott, hogy tök szívesen megnézném a Choi-on fetető John Wick filmben, ami nem a Hard Boiled-nak a remake-je semmilyen szempontból, de szerintem egy tök jó adalék lehetne. Ez nem tűnik egy lehetetlen dolognak, hát igen, most így nagyon előtetted a fülemben. És ez mondjuk így lehetne, hogy nem tudom, egy hongkongi kontinentál szállodának az igazgatója, vagy ilyesmi. Igen, tehát én nem gonosz terülnek tenni, mint a Mark Dacascos volt a harmadik filmben, hanem egy ilyen, egy hasonló dinamikát eljátszani, hogy ellenfelek, mert ellen, a törvények különböző oldalán állnak esetleg, de össze kell fogniuk. Az még így a kontinentális verzióban is működik, mert ugye John Wick most már végképp szám kivetett, szóval most úgyis úgy ért véget a John Wick film, hogy így kb. Ilyen sereget fog toborozni magának, amivel majd szembeszáll az ellenlábasaival szemben, úgyhogy abban nekem beleférne az, hogy a Lawrence Fishburne mellett még egy csolyanfat is így beszálljon a buliba. És akkor már maradjunk ezen a vonalon, akkor Tony Leungot kinek castingolnád be egy John Wick filmben? Én őt tenném be a fő gonosznak, az Assassinok menedzsmentjének a vezérének, nem tudom, hogy hívják, de ő lenne. Nagyon jó, igen, aki most már olyan szinten van, hogy igazából csak ilyen öltöny, meg ezért, de a végén, amikor küzdelemre kerül a sor, akkor ő is felveszi a kesztyűt, tehát hogy nem így, megvannak a henchmenjei, de ő is képed. De ő ez egy intellektuális gonosz tevő. Igen, így van. Igen. Jó, a remake helyett ez egy jobb ötlet megcsinálni ezt. Jól van, jövő héten mivel folytatjuk, András, azt el tudjuk mondani a hallgatóknak? El abszolút, lezárjuk a hongkongi blokkot, és kivételesen nem John Woo filmet fogunk megnézni, hiszen neki már csak a késői hongkongi filmjei játszhatnának az időrendiség miatt. Mint emlegettük, a Killerrel még vissza fogunk térni valamikor közeljövőben, viszont most a másik nagyon nagy nevű hongkongi rendezőt ejtjük útba, aki nem más, mint Wong Kar-wai. És maradunk Tony Leungnál. Abszolút, így van, igen. A Chongqing Express-t fogjuk megnézni Wong Kar-wai-tól, akitől már az adásban is emlegetett Grandmastert megtekintettük korábban, szintén Tony Leunggal, ez egyik leghíresebb filmje. Európában is óriási kritikai sikert aratott. A Grandmasterrel több hasonlóság volt, vagy több párhuzam volt a John Woo filmekkel, hiszen ez egy harcművészeti film. A Chongqing Express nem lesz harcművészet, de lesz rendőr, így van, és lesznek egyedi csak az adott rendezőre vonatkozó vizuális megoldások, úgyhogy nem maradunk téma nélkül sem, és ha minden jól megy, akkor vendég nélkül sem maradunk, de ezt azért 100%-ig nem tudjuk még megígérni, igyekszünk, hogy összejöjjön. Igen. Úgyhogy találkozunk jövő héten a Chongqing Express-szel, lezárjuk Hongkongot, és addig megtaláltok minket megyünk tovább majd Ázsiában, addig pedig a vakfolpodcast.hu-n, vagy a Facebookon, a vakfolpodcast aloldalon, illetve a Twitteren, Letterboxdon szintén, mindenhol megtaláltok minket, illetve a iTunes-on, Spotify-on, mindenféle podcast szolgáltatókon is fent vagyunk, van Patreonunk, ahova, ha nem is olyan sűrűségben, mint a járvány előtt, de azért igyekszünk folyamatosan adásokat gyártani, készíteni. patreon.com/vakfoltpodcast, igen. Linket pedig a Twitteren külön-külön is megtalálhatok, engem a Gaze aláhúzás név alatt. Engem pedig a Freevo név alatt 2L-vel. Jó. Jó. Akkor továbbra is kitartás nektek a következő hetekre, addig pedig, és addig is, sziasztok! Sziasztok!